Városfejlesztési elképzelések. A tervek szerint teljes hosszában 4 sávos lesz a Szegfű utca, és több belterületi utat is felújíthat Nyíregyháza, hangzott el a közgyűlésen. Új búzafajták. Nemesítési programot indított a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutatóintézete Európai Uniós támogatásból. Sputnik kút. Kőolajat kerestek, de helyette gyógyvizet találtak Kemecsén 60 évvel ezelőtt. Ma már Debrecenből, Miskolcról és Egerből is gyakran jönnek ide vízért. A tervek szerint teljes hosszában 4 sávos lesz a Szegfű utca, és több belterületi utat is felújíthat Nyíregyháza. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Folytatódhat a Sóstó fejlesztése is. A város képviselő testülete ma fogadta el Nyíregyháza uniós pályázati programjait. A megyeszékhely 24,6 milliárd forint uniós keretet hasznosíthat ebben a ciklusban, amiből az infrastruktúra javítására, gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatás növelésre is juthat. A térképen látható utcák, utak szélesítésére, felújítására már biztosan pályázik Nyíregyháza. Egy közel 1,5 milliárdos támogatási igényt nyújt be az úgynevezett TOP programban, fenntartható közlekedésfejlesztés címen. Olyan belterületi utakat, közlekedési csomópontokat szeretnének rendbehozni, amely elmaradt az elmúlt években. A Szegfű utca 4 sávosítása, ami nagyon lényeges és nagyon fontos feladat, a Törzs utcánál különböző körforgalmnak a kialakítása, ami úgy szintén a átmenő forgalmat nagyon, hogy mondjam, segíteni fogja, illetve olyan útszakaszoknak a rendbetétele, ahol járdák rendbetétele is fog ehhez csatlakozni. A testület mai ülésén a 2020-ig tartó uniós fejlesztési irányokról, konkrét beruházási és fejlesztési tervekről döntött. Nyíregyháza egy 24,6 milliárd forintos uniós forráskeretből gazdálkodik, ennyit költhet ebben a ciklusban. Azt gondolom, hogy minden olyan infrastruktúra és fejlesztés, vagy minden olyan beruházás, ami a városban már a korábbi évben elfogadott keretnek megfelelően történik, azzal nincsen semmilyen probléma. Itt az a kérdés, hogy majd azok a részletes tervek, amelyek a pályázati program remélhetőleg befogadása után elkezdenek elkészülni, azok milyen módon fognak majd és hogyan fogják ezt az összeget meghatározni és hogyan fogják majd felhasználni. Nemzeti gyógyhelyi nyilvánítása után több mint 20%-kal növekedett a látogatószám Nyíregyháza Sóstón. Az elmúlt években folyamatosan fejlesztették az üdülőközpontot. Folytatódhat Nyíregyháza Sóstó komplex turisztikai fejlesztése is. Az előzetes tervek szerint parkolókat alakítanának ki a területen, miközben növelnék zöld felületét, működne egy kerékpárkölcsönző állomás, és a múzeumfalu mögötti sétányt is bővítenék. Kétirányú lehetne azon az úton a forgalom. Az előterjesztés szerint majdnem 1 milliárd forintot költenének Sóstóra. A városon belüli zöld övezetek és felületek megtartásának érdekében szólt napirendek előtt a jobbikos Béres Csaba, aki a Nyírvévétől megkérdezte, miért vágták ki a fákat a Szabolcs utcán. Érzékelték-e a fáknak a problémáját, hogyha igen, akkor próbáltak-e még valamilyen intézkedéseket tenni annak érdekében, megmenthetővé váljanak. Továbbá a másik oldala az, hogy a városi főkertész is egy korábbi cikkben megjegyezte, hogy a facsemeték is ugye kitermelésre kerülnek, annak okán, hogy gyakorlatilag túl közel vannak ültetve az útszegélyekhez, amelyek a későbbiekben problémát fognak okozni. 132 térfigyelő kamera működik a városban, ennek is köszönhető, hogy csökkent a bűncselekmények száma a megyeszékhelyen. A testület elfogadta a városi rendőrkapitányság tavalyi évi beszámolóját. Kovács Ferenc polgármester a közgyűlés elején elmondta, a 6 milliárd forintot kapott Nyíregyháza a kormánytól egy intermodiális, a vasúti és a buszpálya udvart összekötő csomópont létesítésére, új buszokra pedig 6-7 milliárdot. Új búzafajtákat nemesít a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutatóintézete Európai Uniós támogatásból. A cél, hogy magasabb termésátlagú és a környezeti hatásokhoz minél jobban alkalmazkodó fajtákat állítsanak elő. A nemesítéssel új, kiváló beltartalmi értékeket lehet elérni, ami iránt nagyobb érdeklődést mutatnak a malom- és sütőiparban is. A kenyér és más búzából készült ételek évszázadok óta az emberiség fő táplálékának számítanak. Ma már a széles választéknak köszönhetően mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelőt. Ehhez azonban elengedhetetlen a kiváló minőségű búza előállítása.
Magyarországnak kedvező adottságai vannak a búza termesztéséhez. Az elmúlt évtizedekhez képest csökkent a vetési terület hazánkban, a termés átlag mégis növekvő. Ez annak is köszönhető, hogy az új búzafajták termés átlaga magasabb és ellenállóbb is a növény. Nemesítéssel a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutatóintézete évek óta foglalkozik. Az Európai Unió jelenleg 300 millió forinttal támogatja a munkát. A vizsgálatok során a fajtáknak a különböző agronómiai és beltartalmi tulajdonságait vizsgáljuk, keresztezési alapanyagként használjuk őket, tehát új fajták előállításában használjuk ezeket a régi magyar tájfajtákat, és hát már szabadalmaztatott vonalunk is van ebben a projektben, illetve hát ezeknek a fajtáknak azt gondolom, mint nemesítési alapanyag a hosszú időn át történő alkalmazása is elsődleges célunk a projektben. Jelenleg 200 tájfajta vizsgálatát végzik a szakemberek, és keresik a lehetőséget, hogyan tudják beilleszteni a mostani termesztési technológiákba. A Nyíregyházi Kutatóintézetben ehhez hasonló laboratóriumban vizsgálják a növényeket a szakemberek. Az elmúlt években 15-20 új búzafajta került így forgalomba, az engedélyezést azonban egy hosszú folyamat előzi meg. Maga a nemesítés az egy hosszú folyamat. Tudni kell, hogy milyen alapanyagból, milyen keresztezésekkel hozzák létre az új fajtákat. Ezeket az új fajtákat azután az ország különböző helyein tesztelik, mind termőképességre, mind pedig a növényi betegségek elleni fogékonyságra vagy ellenálló képességre. És eközben folyik egy olyan laboratóriumi vizsgálat sor, hogy ezek a fajták megfelelnek-e az ipar igényeinek. Ezért értem most a malomipart, a pékipart, a péki nagygépipart, a péki kézművesipart. Jelenleg 60 fajta különálló növényfajjal foglalkoznak itt a szakemberek, ami széles portfóliónak számít Európa szerte. Speciális, kisebb területeken termesztett növényeket is vizsgálnak az intézetben, mint például a pohánka és a lóbab. A nyíregyházi kutatásokat a Debreceni Egyetemmel együttműködve 60-an végzik. Megszűnt az illegális áramvételezés, eltűnt a szemét Tiszavasvári egyik cigányok lakta település részén, mondta a nyíregyházi tájékoztatóján a település jobbikos polgármestere. Fülöp pedig kiemelte, március közepén helyszíni bejárást tartottak a széles és keskeny utcákon a rend és tisztesség elnevezésű program keretében. Ekkor tapasztalták, hogy az ott élők a társadalmi együttélés szabályait most már betartják. Füle pedig azt mondta, tovább folytatják a rendteremtést Tiszavasáriban. Az ott élő kiskorú gyermeknek a testi-lelki fejlődése az maradéktalanul teljesülhessen. Igyekszünk mindenféle járványoknak a megakadályozásában segítséget nyújtani, valamint azt fogjuk figyelni, hogy a nevelési oktatási intézményekben rendszeresen járnak-e ezek a gyermekek, valamint másrésztről a tiszavasvári cigányság helyzetét leginkább megnyomorító problémát, az uzsora bűncselekményeknek a felszámolását tűztük ki célul. Kőolajat kerestek, de helyette gyógyvizet találtak Kemecsén 60 évvel ezelőtt. Úgy tört fel 500 méter mélyről, mint a szovjet űrrepülők, ezért a helyiek Sputnik útnak nevezték el a forrást. Gyomor és bél problémákra jó a víz, de finomra fő benne a bab is, ezt mondják a kemecseiek. Nem csak a településről, hanem Debrecenből, Miskolcról és Egerből is gyakran jönnek ide vízért. Bár éppen jelen pillanatban a mai nap karbantartás van, de ez az esztétikus kút motorral szívja fel. Az érkezők csak megnyomják a gombot, és attól függ, hogy kisebb, véknyapszájú, vagy nagy öblös edényeket hoznak, alátartják. Na, éppen már a karbantartás úgy látszik, akkor befejeződik, és már is adja a vizet. Luca János helytörténész is csodálkozott, hogy éppen a forgatás alatt indult újra a kút. A volt iskolaigazgató azt mondta, az 50-es években kőolaj után kutattak Kemecsén, de gyógyvizet találtak. Az akkori tanácselnök a gondolom a lakosság kérésére is így a református templom környékén ne legyen már ott a fúrás, cégített, hogy na itt nekem ne fúrkáljanak, és átpakoltatta ide. Ez viszont már az a csere egy homokos, a nyírség része, és itt 58. május 20-án feltört a másfél méter magasan a meleg, 34 fokos víz, és mint a Sputnik új lövelt, és ettől kezdve ez a neve. Egyébként 40 éves lesz a fiam októberben, én az autó hordom, neked küldettem. Szép is a bőre. Évtizedek óta isszák,
főznek, mosnak benne a helyiek. Jobb, mint a vezetékes víz, mert az most már nagyon furcsa íz ezután. Vastartalom egy kicsit nagyobb, de jó. Egészségügyek nagyon jó. Nyomor fájdalmak, ilyes mosni. Meg a passzul jobban megfő benne. A kút egy családi ház előtt áll. A tulajdonos 1975 óta lakik itt, de nem zavarja, hogy rengetegen jönnek a ház elé. Nekik is segített a gyógyvíz. A férjem például 12 éve beteg, azóta 15-16 szem gyógyszert szed, és azt mondta neki a házi orvos, lehet, hogy meg fog róni érte, hogy lehet, hogy azért él még, mert a gyomra nincs tönkre, mert van sok gyógyszertől. A Sputnik az úgynevezett alkáli hidrogénkarbonátos ásványvizek csoportjába tartozik. Jó a nyálkoldó hatása, segít a gyulladásos gyomor és bélrendszeri betegségekben szenvedőknek, de hasznos húgyúti gyulladások ellen is. A Sputnik útból feltörő víznek a pH értéke 8,6, ez a legdrágább és legkeresettebb ásványvizekével egyenértékű. Ízre pedig nagyon finom. A rendszerváltásig egyszerűen jött fel a víz a mélyből, utána szereltek rá szivattyút. Jelenlegi formáját két kemecseinek köszönheti. Szabó Miklós a Zsadány KHT vezetője, és Mezőse László önkormányzati képviselő megálmodta, megtervezte, kivitelezte, de tragikus körülmények között mindkét fiatal barátunk elhunyt. Ez a kút egy kicsit az ő emléküket is őrzi. Korábban felmerült, hogy esetleg termálfürdőt létesítenek Kemecsén, ha már van gyógyvíz, de a magas költségek miatt erről lemondtak. Így a jövőben is bárki bármikor vihet vizet a kemecsei Sputnik útból. Az érzelmekre hatva szólítja meg a közlekedőket a Tiszavasvári rendőrkapitányság és a Vasvári Televízió kisfilmje. A Veled ez ne történjen meg című kisfilmben egy közlekedési balesetet követően kerekesszékbe kényszerült férfi osztja meg történetét, valamint egy nyugdíjas baleseti helyszínelő elevenít fel egy különösen megrázó tragédiát. A széleskörű összefogás eredményeként megvalósult balesetmegelőzési anyag célja a nézők gondolkodásra késztetése, annak tudatosítása, hogy a közlekedés veszélyes üzem, ahol egy pillanatnyi figyelmetlenség is családok életére lehet visszafordíthatatlan hatással. Országos mintázás verseny kezdődött ma a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában. Arról, hogy ez mit is jelent pontosan, a folytatásban láthatnak egy összeállítást. Előtte nézzük a híradó további témáit. Bejutott a régiós amatőr válogatottak tornájának döntőjébe a szinte teljes egészében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei játékosokra épülő Észak-Kelet-Magyarország válogatott. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét három fiatal sportolóval kötött támogatói szerződést az egyik megyebeli pénzintézet. Portré mintázása élő modell után életnagyságban, agyagból. A versenyfeladatot az ország legtehetségesebb fiatal szobrászai kapták ma a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában. A 19. országos mintázás verseny legjobbjai szakmai elismerést, tovább tanulásokhoz pedig 20 többletpontot is kaphatnak. Néma csend van a művészeti szakközépiskola termében, csak néha töri meg az alkotás halk pillanatait az agyag ütögetésének hangja. Ezen a felvételen is az látható, ahogy fiatal szobrászok formázzák az agyagot a 19. országos mintázás versenyen. Eddig még nem voltam ilyen versenyen, viszont nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, mert így megmutathatom én is a tudásomat, és tapasztalatszerzésnek is jó. Nem csak a szobrászjelölteknek, modelljeiknek is nehéz feladatuk volt a versenyen. Mozdulatlanul kell ülni, szóval meg se lehet mozdulni, de ilyen szünetekben meg néha-néha így, amikor elgémberedik a nyakam, akkor megszabad. A modellek egy olyan dobogón ültek a verseny alatt, amelyet meghatározott időnként 9-10 percenként elforgattak, hogy a versenyzők minden szögből lássák a mintázandó fejet. A legjobb fiatal alkotók szakmai tapasztalatot, továbbtanulásukhoz pedig előnyt is szerezhetnek.
kapnak érte plusz pontot a továbbtanulásnál. És ez különösen fontos, hiszen azok a gyerekek, középiskolások, akik művészeti pályán mennek továbbtanulni, nekik plusz pontra csak idegen nyelvből van lehetőségük, illetve ezekből az művészeti országos versenyekből. A versenyzők technikáját és készülő alkotásait szaktanárok és a szakma kiváló képviselői zsűrizték. Egy fogalmat fogunk megadni majd a versenyzőknek, és ez alapján papírplasztikát kell majd készíteniük, tehát itt aztán a kreativitás teljes teret és szabadságot fog kapni és élvezni. Ilyen szempontból viszont hát kicsit az értékelése szubjektívebb, hiszen azok a alap szempontok, amit a portréknál megvannak, itt most nincsenek, és itt az objektivitást a három zsűritagnak a szubjektív véleménye fogja majd kiadni. Az országos mintázás versenyre idén 14 iskolából 25 diák érkezett Nyíregyházára. Ők két napon keresztül versengenek a művészeti szakközépiskolában. Bejutott a régiós amatőr válogatottak tornájának döntőjébe a szinte teljes egészében Szabolcs-Szatmár Bereg megyei játékosokra épülő Észak-Kelet-Magyarország válogatott. A Gerlicki Máté által irányított együttes Ibrányban az elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent játszott Dél-Kelet-Magyarország csapatával, így 3-1-es összesítéssel jutott a fináléba. Az Észak-Kelet-Magyarországi válogatott keretében 18 játékosból 16-an Szabolcs-Szatmár Bereg megyében játszanak, közülük 7-en a Gerlicki Máté által irányított Ibrányt erősítik. Így nem meglepő, hogy az elődöntő visszavágójának Ibrány adott otthont. A gól nélküli első félidő után a 63. percben a délkeleti csapat szerzett vezetést, nyílt átéve a továbbjutást. A párharcot a 82. percben Kristófi Sándor döntötte el, góljával beállítva az 1-1-es végeredményt. Úgy gondoltuk, hogy ugye az ellenfélnek jönni kell, 0-2-ről indult a mérkőzés, és lesznek lehetőségeink. Ez így is volt, ezekből azért illett volna legalább egyet belőnünk az első félidőben. Ha ez megvan, akkor biztos, hogy nyugodtabb meccset tudunk játszani. De hát így sem szomorkodunk, mert azért látta mindenki, aki itt volt kint, hogy ez egy valóban egy nagyon-nagyon jó csapat volt. Én úgy gondolom, hogy többet volt náluk a labda, akár mindkét mérkőzésen, és az döntött, hogy mi nagyon motiváltak voltunk, szervezettek voltunk, főleg az első meccsen itt azért volt némi hiányérzetem. A hazai gólszerző, az Ibrány színeiben játszó Kristófi Sándor szerint is a visszavágón volt nehezebb dolga az észak-keleti csapatnak. Mindenképpen azt mondom, hogy a hazai mérkőzés sokkal nehezebb volt, hiszen tudtuk, hogy az ellenfél mindent meg fog mozgósítani annak érdekében, hogy kiharcolja a továbbjutást. Ilyen kemény meccsre számítottunk, de tudtuk, hogy ha magabiztos védekezésből indítjuk a támadásainkat, akkor kiharcolhatjuk a továbbjutást, vagy hát megtarthatjuk az előnyünket. A torna döntőjében május 16-án lép pályára Kelet-Magyarország válogatott, amelybe Gerlicki Máté a szerdai ellenfélből is hívhat be játékosokat a nyugati válogatott ellen. A győztes csapat képviseli majd Magyarországot az őszi amatőr Európa-bajnoki selejtezőkön. Amennyiben a keleti csapat sikerével végződik a finálé, Nyíregyháza és Kisvárda lehet a torna házigazdája. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét három fiatal sportolóval kötött támogatói szerződést az egyik megyebeli pénzintézet. A magasugró Bakosi Péter, a golfozó Závadszky Bálint és az asztali teniszező Laskai Íris felkészülését és versenyeztetését egy éven keresztül segíti a pénzbeli támogatás. A pénzintézet 5 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a megyében egyedülálló kezdeményezésként segíti három fiatal sportoló felkészülését és versenyeztetését. Az első kiválasztottak közül Bakosi Péter és Závadszky Bálint ezúttal is ott volt a kedvezményezettek között, míg Laskai Íris először írhatta alá a szerződést, amelyet a társadalmi szerepvállalást és a helyi értékek támogatása szem előtt tartva készített el a Takarékszövetkezet. A mai nap is egy öröm volt számunkra itt az edzőknek a beszámolóit végighallgatni, hogy milyen eredmény értek el, de azon kívül, hogy számunkra öröm, úgy gondolom minden nyíregyházi vagy minden Szabolcs-Szatmár Bereg megyei embernek is ez egy büszkeséggel tölthet el bennünket. Laskai Íris újoncként került a támogatottak közé. A 12 éves asztali teniszező az elmúlt hétvégén a magyar válogatott tagjaként aranyérmes lett az osztrák nemzetközi bajnokságon. Magyarországon magasan megelőzi a korát, tehát itt gyakorlatilag minden ranglista versenyt megnyer. És ő az, aki benne van abban a
európai asztalitenész programban, ahol 30 gyereket összegyűjtöttek, Magyarországon egy fiút, egy kislányt, ő a kislány kiválasztott, akit a 2020-as és 2024-es olimpiára készít fel az Európai Asztalitenész Szövetség, hogy az ázsiai hegemóniát valamilyen úton megtörje vagy ellensúlyozza. Bakosi Péter pénteken kéthetes edzőtáborozást utazik Tenerifére, ahol szeretne formába lendülni a szabadtéri szezon előtt. A fiatal magasugró, a 226 cm-es Európa-bajnoki, illetve a 229 cm-es olimpiai kiküldetési szintet célozza meg. A mostani felkészülésem sokkal más, mint az eddigiek voltak. Eddig nagyon jó volt a felkészülésem, sajnos ugye a téli szezon az nem úgy sikerült, ahogy én terveztem, ott voltak problémáim, volt egy törés, ami miatt ugyebár az egész szezon után elúszott, de nem bánkódok, haladok tovább, és szeretném megcsinálni a szintet ugye nyáron mindenféleképpen. A golfozó Závadszky Bálint tavaly junior bajnoki címet szerzett, a felnőttek között második lett, és valamennyi nemzetközi versenye után felállhatott a dobogóra. A 14 éves sportoló az idei évben a világranglista pontot adó viadalokon szeretne lehetőleg jobban szerepelni. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. A tervek szerint teljes hosszában négysávos lesz a Szegfő utca, és több belterületi utat is felújíthat Nyíregyháza. Folytatódhat a sóstó fejlesztése is. A város képviselő testülete ma fogadta el Nyíregyháza uniós pályázati programjait. A megyeszékhely 24,6 milliárd forint uniós keretet hasznosíthat ebben a ciklusban, amiből az infrastruktúra javítására, a gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatás növelésre is juthat. Új búzafajtákat nemesít a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutató Intézete Európai Uniós támogatásból. A cél, hogy magasabb termésátlagú és a környezeti hatásokhoz minél jobban alkalmazkodó fajtákat állítsanak elő. A nemesítéssel új, kiváló beltartalmi értékeket lehet elérni, ami iránt nagyobb érdeklődést mutatnak a malom- és sütőiparban is. Kőolajat kerestek, de helyette gyógyvizet találtak Kemecsén 60 évvel ezelőtt. Úgy tört fel 500 méter mélyről, mint a szovjet űrrepülők, ezért a helyiek Sputnik kútnak nevezték el a forrást. Gyomor és bél problémákra jó a víz, de finomra fő benne a bab is, ezt mondják a kemecseiek. Nem csak a településről, hanem Debrecenből, Miskolcról és Egerből is gyakran jönnek ide vízért. A Kölcsei Televízió iradóját látták március 31-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket, addig is tudósításainkat, műsorainkat újra nézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Pénteken este felé egy hideg front érinti a Kárpát-medencét észak felől, amely kissé megakasztja a légkörben jelenlegi zajló intenzív melegedést. Éjjel változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A délnyugati szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul. Holnap napközben a változóan felhőség mellett inkább csak rövid napos időszakok lehetnek. Késő délután este felé zápor előfordulhat, sőt akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A délnyugati, majd az északira forduló szél megerősödik, a nap második felében helyenként viharossá fokozódik. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Április első napjai hamisítatlan tavaszi időt hoznak. A gyengén felhőség mellett sok lesz a napsütés, csapadék sem várható. A pénteki hidegfrontot követően újból erősödik a nappali felmelegedés. Jövő héten országszerte 20 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.